Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Húsvét alkalmából Rigó Jenő atyának, a Szent Erzsébet templom plébánosának köszöntőjét láthatják. A Kanadai Magyar Televízió nézőinek boldog húsvét ünnepet kívánok. A húsvéti ünnep valójában tekinthető úgy is, mint a karácsonyi történet beteljesedése. A karácsonykor azt ünnepeltük, hogy az Isten közel lépett az emberhez, úgy is szoktuk mondani, hogy emberré lett, hogy eljött közénk. És a húsvéti történetben pedig azt látjuk, hogy ez az Isten, aki emberré lett, ez meghalt, értünk szeretetből, és feltámadt. Ez az úgynevezett happy end, amelyet valójában már a hollywoodi filmek is olyan ösztönszerűen megéreznek. A húsvéti üzenet valójában az az üzenet, hogy az élet erősebb, mint a halál. Hogy nem a rosszé, nem a gonoszé az utolsó szó, hanem a jóé. Hogy ezt a filmek valójában tényleg jól megérzik, de a filmekben, tudjuk, azok mindig csak fikciók. A húsvéti történet azonban egy valós történet. Egy történet, melynek a fő rendezője az Isten. A főszerepet pedig az Isten fia játsza, Jézus. És rendezőre hallgatva Jézus, ugye, hát átmegy a nehézségen, meghal és föltámad. Ugyanígy a mi életünk is akkor lesz egy húsvéti történet, ha engedjük, hogy az Isten legyen a mi életünk irányítója. Ő legyen a rendezője. Mi játsszuk abban a főszerepet. Sokan szeretnék, hogy a mi életünket irányítsák, alakítsák, rendezzék, reklámok, fogyasztói társadalom, politika, de valójában csak akkor lesz belőle húsvéti történet, ha azt az Isten alakítja, ha az Istenre hallgatunk, ha ő a rendezője a történetnek. Azonban a húsvéti történet több, mint pusztán egy rendező és a szereplőnek a kapcsolata, hiszen valójában az atya és az ő fia kapcsolata. Ugye az atya az, aki a fiát elküldi, és a fiú mindvégig hallgat az atyára. Mert hiszen tudja, hisz benne, bízik benne, hiszen a hit több, mint pusztán csak egy koncepció, a hit az alapvetően bizalom, a fiú bízik az atyában, ahogy a gyermek bízik a szülőben, hogy a szülő jót akar neki. És ez a bizalom, ez a töretlen bizalom, amely a fiúban megvolt, ez vezette őt át az áldozatos szeretet útján egészen a feltámadásig. És hogyha mi is a mi életünket, hiszen Isten gyermekeivé lehetünk, ha elfogadjuk Istent atyánknak, hogyha az Isten gyermekeiként hallgatunk atyánkra, és bízunk benne, akkor a mi történetünkben is megvalósulhat az, hogy nem a halálé lesz az utolsó szó, hanem az életé, a nagybetűsé. Köszönöm szépen! Ismét új fényében pompázik a Vigadó. A kisfilmet a Magyar Művészeti Akadémia bocsátotta rendelkezésünkre, amit ezúton is köszönünk. Újra gyönyörű lett. Fantasztikus. Érezze ezt az otthonának minél több művész. Nekem a Vigadó, hiszi vagy nem, a 30-as évek elejétől igaz, amikor, kislányként még, de ide jöttem koncertre. Az egész rekonstrukció szépsége lenyűgöz. Az, hogy valahol az újrafestés az összes térben kicsit tompább lett, kicsit visszafogottabb, előkelő az egész, és összeállt a ház.
örülök neki, gyönyörűnek látom, tehát tényleg méltónak találom ahhoz, hogy egy kultúrát képviselő intézmény legyen, és én csak azt remélem, hogy meg is tudjuk élettel tölteni. Legidősebb bátyám, ő restaurátor, aranyozó, ezen az épületen ő maga is dolgozott, és az nagyon nagy öröm, családilag is nagy öröm, hogy a szépség visszaköltözik ebbe az épületbe. Fantasztikus élmény az, hogy egy ilyen épületet átvett a Magyar Művészeti Akadémia, igazából méltó annak a 22 évnek az alapján, amit hát végigcsináltunk. A Magyar Művészeti Akadémiának ezen most egy nagy felelőssége lesz, mert az egész magyar művészet és minden magyar művész számára, nem csak a tagjai számára, otthon kell teremtenie itt. És ez egy óriási feladat. Végre tulajdonképpen elnyerte azt a formáját, állapotát, küllemét, ami valamikor a megépülés utáni időbe jellemezte. Tehát örülök neki. Nagyon örvendek ennek, és végre ez a gyönyörű terem a művészetnek egy olyan szentélyévé válhat, ami már nagyon hiányzott itt a fővárosból. Nagy öröm mellett van ugye egy szerencsétlen momentum, hogy az a valaki, a Makovec Imréről van szó, aki tulajdonképpen ennek a spiritus rektora volt, az nincs köztünk. Végre megint élni kezd a Vigadó, abban a szépségében, ahogy valamikor megépült, még feszül álmaiban. A másik, hogy a Művészeti Akadémia fogja hát belakni, de szerintem be fogja lakni az egész ország, és be fogja lakni Budapest. Én emlékszem még arra, hogy egyébként az előző rekonstrukcióban eléggé tönkretett Vigadó galéria mennyire elevenen élt, és mennyire fontos pontja volt a magyar képzőművészetnek, művészeti életnek. És azt hiszem, hogy ezt a szerepet újra be fogja tölteni. Én nagyon bízom abban, hogy ez a ház, ez a magyar művészeti élet, az egész művészeti élet egy központja tud lenni, hiszen fantasztikus helyen van itt a Dunaparton, talán a Dunapart legszebb részén, és a legizgalmasabb, legnyüzsgőbb pesti világba, és a magyar kultúra és egyetemes kultúra számára is azt hiszem egy fontos pont lesz, egy fókusz lesz. Lehet, hogy ebből az intézményből is a gyönyörű szép falak közé gyönyörű szép lelkek fognak majd költözni, és nem egy, hogy mondjam, egy idegenforgalmi látványosság lesz csak belőle. Az én elképzelésem és az én álmom, hogy a békétlenség helyett mindenki valójában valamilyen módon, valamikor oldódjon fel, és hogy úgy mondjam, próbáljon meg valamiféle olyan nem álegységet, de a különbözőségekben is egy megegyezésre jutni, hogy érezze ezt az otthonának minél több művész.
minden azon múlik, hogy milyen élet lesz majd itt bent. Tehát, hogy ez ne egy protokollintézmény legyen, hanem olyan valami, ahol tényleg hasznára lehetünk a művészeknek, mert azért nagyon sok művész nagyon nehéz helyzetben él. Tehát, hogy valóban legyen lehetőségük bemutatkozásra, közönségtalálkozókra, és működjön jól ez az intézmény.